Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. A három kérdőjeles jóslás. Mi az ő gondolata, hogyan érzi magát, és mit fog tenni? Ez egy általános kivetés, de megvan arra a lehetőség, hogy kérd tőlem ezt a jóslást, vagy egy másikat. A díjam jóslásonként 4000 forint. Először is megnézzük az ő gondolatait, az ő terveit, ez felül látható. A torony jelentheti azt, hogy ő még fogva érzi magát egy bizonyos helyzetben, vagy egy kapcsolatban, vagy a munkahelyén, szeretne változásokat. Akkor a kasza azt jelenti, hogy elvágja ezeket a korlátozásokat, lesznek változások. A torony lehet egy hivatalos dolog, vagy egy bírósági ügy is, és a kassa lezárja ezeket a témákat, vagy lesz egy fordulat, egy meglepetés. A torony azt is jelentheti, hogy ő ki akar építeni valamit, meg akar nagyobbítani valamit, és van valaki a környezetben, aki ezt el akarja vágni, meg akarja akadályozni. Az ő érzelmei bal oldalon láthatóak. A park jelenti a természetet, vagy jelenti a nyilvánosságot. És ott van a mozgás. Ő megjelenik a nyilvánosságon, és elvárja azt, hogy megkapja az elismerést. A lovas férfi lehet egy közeledés is, hogy látni akar téged a nyilvánosságon, közeledik hozzád. A lovas férfi lehet egy másik férfi is, akivel találkozik a nyilvánosságon, mert valamit meg kell, hogy beszéljenek egymással. A lovas férfi mindazt jelentheti, ami mozog. Sport, autó, változások, költözködés, utazások, és itt ő előre, nála előre mennek a dolgok, azt is jelentheti ez a kártya, hogy türelmetlen, siettetni akarja a dolgokat. Mit fog tenni, az jobb oldalon látható. A hajó jelentheti a reményt, hogy megvan arra a remény, hogy legyen egy szerencsés fordulat, hiszen ott van a 4 levelű lóhere, ami szerencsét hoz. A hajó lehet egy utazás is, előfordulhat, hogy tervez veled egy kirándulást, tervez veled egy utazást, és az lehet már most április hónapban, hiszen a 4 levelű lóhere az egy időkártya, és utal április hónapra. Ez az út, ez az utazás lehet egy belső út is, egy lelki kapcsolat kettőtök között. Minden esetre látható, hogy mozgásba jön, találkoztok, lesz egy szerencsés fordulat, sőt, előfordulhat az is, hogy tervez veled egy utazást. Hogy mi fűz össze benneteket, azt mutatja a magyar kártya, amit a férjem készített, ez az úgy nevezett rovás írás. A betű az az L betű. Mit jelent számodra az L betű? Ez lehet egy név, például Lilla, vagy László. Ez lehet egy város, mint például Lilafüred. Ez a betű lehet egy fogalom is, például ló, ami látható a kivetésnél, hogy itt lesz mozgás, előre mennek a dolgok. Ami még nekem úgy eszembe jut, likör például. És mi jut neked eszedbe az L betűről, ezt leírhatod a kommentárban. A régi írásmód az ott van középen. Ha megnézem ezt a szimbólumot, ez olyan számomra, mint egy sátor. De
Itt a sátor előtt ott van a kerítés. Az azt jelentheti, hogy véditek az otthonotokat, nem mindenki jöhet, van, akinél be van zárva az ajtó. Azt sem akarjátok, hogy valaki betekintsen a sátorba, és kíváncsiskodjon, hogy mi van belül, hogyan éltek, milyen az otthonotok. Ez a szimbólum azt is jelentheti, hogy van egy sátor, ez jelenti az otthont szimbolikusan, és itt van egy ilyen segítség, ami támasztja a falakat. És így megvan ez a stabil otthon, hiszen van támogatás. Erre is utalhatnak ezek a vonalak ott középen. Vagy arról van szó, hogy zárkózottak vagytok, vagy így kellene lenni, kell ez a kerítés, hogy óvjátok az otthonotokat, vagy azt is jelentheti, hogy valaki segít, és itt támogatásról van szó, hogy a sátor nehogy összeomoljon, hanem legyen egy biztos otthon, egy biztos otthonnak a megteremtése. A napi energia az jobb oldalon látható. A képen látható ez a hölgy, aki fekszik az ágyban. Lehet, hogy fáradt, lehet, hogy kimerült, lehet, hogy kicsit betegeskedik, tehát ágyban van, kell a pihenés. Ez a kép jelentheti az éjszakát is, de ahogy látható a képen, ő nem alszik, hanem vannak álmatlan éjszakái. Valamint töpreng, lehet, hogy vannak félelmek, vannak bizonytalanságok, nem tudja hogyan tovább, és lehet, hogy jelen pillanatban még ebben a helyzetben vagy, hogy valamin töprengsz, vannak bizonytalanságok, vársz egy hírre, vagy vársz arra, hogy ő közeledjen, de ahogy látható a kirakásnál, ő jönni fog, meg lesz a támogatás, lesz segítség. És ez volt a felvétel. Amennyiben tetszett a videó, örülnék annak, ha lájkolnád, ha feljelentkeznél a csatornámra, ha leírnád a véleményedet a kommentárba, vagy keresd meg a Facebook oldalon Dendera Medici, vagy Dendera Susanna Medici, ahol naponta beszámolok a maja naptárról. És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!